Tavaly ősszel vette át a stafétabotot elődjétől Kreb Imre, Csikós Tötös polgármestere. Korábban képviselőként, majd alpolgármesterként segítette az önkormányzati munkát. Azt mondja, 20 éves tapasztalattal a háta mögött rengeteg újdonságot tanult az elmúlt egy évben. Az elképzelthez képest sokkal több időt kell fordítani erre. Olyan dolgokat, amibe az ember napi szinten nem volt bent, egyáltalán a hivatal működése, a pályázatok elszámolása közben az aljegyzőnk szülési szabadságra ment, személyi változás is volt. Mire összeszoktunk, az egy kicsit nehezebb időszak volt mostanra. Úgy érzem, hogy ezt meg tudjuk tenni. Kell dolgozni azért, hogy előrébb tudjuk vinni a dolgainkat. Az elmúlt időszakban alapvetően nagyon sokat fejlődött a település. Mindenképpen arra gondoltam, hogy ezt úgy kell megoldanunk, hogy fenntartsuk a meglevő intézményeket, vannak még előttünk álló feladatok, arra meg ezzel a testülettel bátran vállalkozunk. A tavasszal kialakult járványhelyzet nem várt kihívások elé állította a település vezetést. Az emberek nehezen értették meg azt, hogy itt most milyen helyzetről van szó. Viszonylag furcsa volt, mert mindenki a munkahelyét féltette, mert bezártak cégek a környéken. Nálunk azért a közhasznú munkások, közmunkások azok végig dolgoztak, tehát ilyen gondunk nem volt. Mindent megtettünk azért, hogy az emberekkel a kapcsolatot tudjuk tartani ebben az időszakban is. Kellett újítanunk, egyszer használatos étordókba lett mindenkinek, a gyerekeknek, felnőtteknek kivéve a napi étkezésük. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a Német-Magyar Kulturális Egyesület felajánlotta a saját buszát, amivel meg tudtuk ezt oldani, és az intézmények dolgozói is besegítettek ebbe az ételhordásba. Nagy létszámú rendezvényeket azonban elővigyázatosságból nem szerveznek, pedig a helyieknek hiányoznak a közösségi programokat kísérő vidám, nagybaráti összejövetelek, tette hozzá Kreb Imre polgármester. A faluban működő civil szervezetek ezért igyekeznek aktívak maradni. Van a Német-Magyar Kulturális Egyesület és azon belül egy nyugdíjas klub, van a Paluszépítő Horgász Egyesületünk és a Sportegyesület, ami Kaposszegcső településsel közösen működik. Részt vesznek minden programba, aktívak, nyugdíjasaink aktívak, a vírus időszak alatt több száz maszkot vartak, és osztottunk ki a falu lakosságának. Élhető település, élhető környezet, továbbra is ez a vezérfonala az önkormányzati munkának, amire csak lehet pályázatot nyújtanak be, hogy a falu továbbra is a fejlődés útján maradjon. Az elmúlt egy évben a beadott pályázataink közül az óvodai játszótér pályázatunk, amelyik nyert, ez egy 5 millió forint, nagyon megérdemelte már az óvoda közössége az új játszóteret. Egy eszközbeszerzési pályázaton a közmunkaprogramhoz nyertünk 12 millió forintért eszközöket, ami viszont a nagy területnek a gondozásához és a munkavégzéshez szükség van. Ez, ami most befejeződött, és ezt kellene még bővítenünk. Van egy líderes pályázat, aminek most érkezik el a befejezése, ebbe mintegy 2 millió forintért utcabútorokat fogunk kihelyezni. Ezen kívül két civil szervezet is pályázati forráshoz jutott. Egy régóta várt nagy beruházás pedig szintén kezdetét veszi Csikostöttösön, hangsúlyozta a település vezető. A Sportegyesület az öltözőnek a energetikai felújítására nyert, a Paluszépítő Horgász Egyesület szintén 5 millió forintot nyert egy gépjármű beszerzésre. Idei évben kezdődik el egy nagy beruházásunk, 190 millió forintos pályázaton nyertünk a belterületi csapadék vízelvezetésbe. Ez a Szabadság utca egy része, Hunyadi tér és a Béke utca csapadékvízmentesítése fog megtörténni, elméletileg a jövő év végére
fogjuk tudni ezt befejezni. Tervekből pedig nincs hiány. Az önkormányzat többek között a hivatali épület energetikai fejlesztésére, a faluház külső-belső felújítására és a temetőkerítésének renoválására is szeretne pályázatot benyújtani. Mindenképpen az intézményeink működtetésével kell, hogy tudjunk előrelépni. Idén ez a vírusos helyzet, ez beleszólt ebbe, de a hagyományok házát kell, hogy élettel telivé tegyük, programokat kell szerveznünk, ami jobban működik már a kilátó és a horgásztó környéke, hát oda is lehetne még további munkát találni, csoportokat kellene szervezni, idénre is kiajáltuk már iskoláknak, intézményeknek. Hát ez azért még messze van attól, amit el kellene érnünk. A közmunkaprogram zavartalanul működik a faluban. Tennivaló bőven van, tette hozzá a polgármester. A településen jelenleg a Start munkaprogram folyik, ebben van a járdaépítés és a térkőgyártás. Az idei évben 400 méter járdát tudtunk már lerakni, és ehhez elő is állítani a térkövet. Tehát ezt pozitívan kell, hogy említsem ebbe. Ami szomorú, vagy más oldalról talán dicséretes is, hogy egyre nehezebb embert találni erre. Hosszú távú munkavégzésre vannak még embereink, ők viszont a nagy területen a falugondozást végzik, fűnyírást, közterületek tisztítását. Vírus időszakban például ők fertőtlenítették a buszmegállókat, közintézményeket, falugi gondnoki feladatokat látnak el. Az idei évben 63 köbméter tűzifát kapott az önkormányzat az államtól, amelyet saját költségen összekuklizva szállítanak majd házhoz, mintegy 100 személynek. Kreb Imre bizakodva tekint az következő 4 évre. Azt mondja, jó kapcsolatot ápol a falu lakosságával, a helyiek rendszeresen megkeresik ügyeikkel. A képviselőtestülettel és a hivatali dolgozókkal pedig jó az együttműködés. Összhangban hozzák meg a település fejlődését szolgáló döntéseket.